Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Pécsváradi Városi Televízió nézőit. Önök egy külön kiadást láthatnak, melyben beszámolunk az önkormányzat alakuló üléséről. Mint ismeretes, az elmúlt héten csütörtökön ült össze először Pécsvárad város képviselőtestülete, ahol az újonnan megválasztott polgármester, illetve a képviselők letették az esküt. Benkő László, Gálos Orsolya, Gászni Bősz, Bernadett,
dr. Ruth Wagner Rozália, Holman István és Tóth Györgyi. A cigány önkormányzat összetétele: Kovács Judit, Kovács László János, Kovács Milán Miklós és Kovács Szilvia. Német önkormányzat összetétele: Apaceller József, Bauman Mihály, Gászné Bősz Bernadett és Tóth György. Engedjék meg, hogy ezután is gratuláljak a megválasztott polgármesternek, képviselő tagjainak és a kisebbségi önkormányzatok tagjainak. Köszönöm. Köszönjük szépen a beszámolót, most is szeretettel kérem, álljanak fel. Az önkormányzatokról szóló 990 évi 65. törvény előírásai szerint a települési képviselő és a polgármester az alakuló ülésen, illetve a választást követő ülésen esküt tesz. Először a tisztelt képviselő testület tagjait kérem fel az esküd letételére. Kérem a helyi választási bizottság elnökét, szíveskedjék felolvasni az eskü szövegét. Az eskü szöveget én nevet kérem. Eskü szöveget, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az alkotmányos jogszabályokat. Állami és szolgálati titkot megőrzöm. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Megbízatásomhoz szívem, pártatlanul és lelkiismeretesen járok el. Megbízatásomhoz szívem, pártatlanul és lelkiismeretesen járok el. Legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Pécsváros javát szolgálom. Isten engem úgy segíteni. Isten engem úgy segíteni. Most felkérem a választási bizottság elnökét, hogy eskesse fel a polgármesterét. Én dr. Bíró Ferenc. Esküszöm, hogy a hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek. Hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. A megbízásomhoz szívem pártatlanul és lelkiismeretesen járok el. A megbízásomhoz szívem pártatlanul és lelkiismeretesen járok el. A legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Pécsváron javát szolgálom. Minden igyekezetemmel Pécsváron javát szolgálom. Isten engem úgy segélye. Köszönöm szépen. Most felkérem a választási bizottság elnökét, szíveskedjék a megbízó leveleket átadni. Dr. Bíró Ferenc polgármester. Köszönöm szépen. Benkő László. Máros Orsolya. Gászné Bősz Bernadett, Holman István, Tóth György. Thank you.
és most átadom a polgármester úrnak a további azonosítés vezetését. Hát akkor én most minden képviselőtársamnak a tisztelettel gratulálok képviselői választásához, és engedjék meg, hogy erre az ünnepélyes alkalomra kocincsunk egyet először, és utána szólnék majd egy pár szót képviselőtársaimhoz. Tisztelt képviselőtársaim, még egyszer mindenkinek gratulálok, nagyon köszönöm a választóknak azt, hogy bennünket választottak, és azt kívánom mindenkinek, hogy Pécsvárad érdekében munkálkodjon, mint ahogy ezt valamennyien fogadtuk a választási kampány idején. Kedves egészségére mindenkinek! Sok sikert a munkához! Köszönjük! Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink! Kicsit furán érzem magam, amiatt, hogy ilyen kevesen vagyunk. De hát ez a helyzet, ezt a törvénymódosítást hozta a parlament, ez a testület most fele akkora, de hát a munka az maradt ugyanakkora legalább, hanem több. Én úgy gondolom, hogy miután már megköszöntem választóinknak a bizalmát, és azt, hogy ezt a testületet választották, a következő az, hogy mi meg is feleljünk ennek a bizalomnak, és ez a kisebb létszámú testület is elvégezze azt a munkát, amit várnak tőlünk, és valóban, mint ahogy most már ez gyakran közhelyként hangzik, de együtt tudja munkálkodni a város érdekében. A választási kampány során is kijelentettük, illetve akik programot alkottak, hogy ezt szeretnék, és programot mutattak. Én többször kijelentettem azt is, hogy bárkivel kész vagyok együttműködni, bárkivel kész vagyok, és erre is számítottunk. Úgy gondolom, hogy előző polgármesterünket idézve, választás 4 évente van, most a munkaidőszaka következik, és úgy gondolom, hogy mindenféle olyan indulat, ami egy választási kampány során felgyülemlik bárkiben, akik indulnak, vagy akár csoportok között, vagy akár Pécsvárad lakói között, annak itt az ideje, hogy elmúljon, mert valamennyien egyet szeretnék. Az, hogy Pécsvárad városa a szívünk és az akaratunk és az elvárásaink és a lehetőségek szerint működjön, szépüljön, épüljön. Ezért választottak bennünket. Ez a képviselőnek a legfőbb óhaja. Ezért jön, ezért jelentkezik, ezért válasszák meg. Én úgy gondolom, hogy ez a kisebb képviselőtestület is képes lesz ezt a munkát elvégezni majd. A nehezebben is, és nyilván több áldozattal, de akik ezt vállalták, azok tudják, hogy tudták azt, hogy nagyobb lesz a feladat. Általánosságban éve azt tudom mondani, hogy most egy nehéz időszakot él át Magyarország. Nem csak azt, amit a kormányzattól hallunk, amiatt, hogy gazdasági nehézségeink vannak, hanem amiatt is, mert most látta érkezettnek ezt a kormány, hogy egy kicsit átszabja mind a közigazgatást, mind pedig olyan változtatásokat készül bevezetni, amik érintik az önkormányzatunkat, és magát az önkormányzatiságot és az önkormányzatok működését és az intézményrendszerek működését, amiből mi egész biztos, hogy nem fogunk kimaradni. Én úgy gondolom, hogy ez lesz a legnehezebb feladatunk. Beszélhetünk arról, hogy vannak gazdasági nehézségek, és meggyőződésem szerint az első két évben, a kormány első két évében a gazdasági nehézségek sem fognak csökkenni, sőt, hát ha nem szeretek vészjósó lenni, de elképzelhető még, hogy megszorító lépések is lesznek, amikor az önkormányzati szféra meggyőződésem szerint, illetve hát inkább politikai megérzésem szerint nem fog kimaradni. Ez újabb nehézségeket jelent. Én úgy gondolom, hogy ezeken a nehézségeken ez a képviselőtestület képes lesz úrrá tenni, hogyha egy irányba működik és egy irányba húz. Arra nem lesz energiánk, hogy kicsinyes vitákra és olyan dolgokra pazaroljuk az energiánkat, ami elégtelenné teszi majd ezt a legfontosabb feladatunkat, vagyis emiatt nem fogjuk tudni ellátni amit várnak tőlünk, hogy ezt a várost egyrészt elkormányozzuk majd ezen a viharos vízen, másrészt, ha lehet, akkor
olyan változtatásokat hajtsunk végre, ami további lehetőségeket hoz a városnak. Mert természetesen lesznek ilyen lehetőségünk. Meggyőződésem az is, hogy folytatnunk kell azt a politikát, amit előzőekben folytattunk, vagyis fent kell tartanunk a városnak azt az imázsát, amit kiépítettek hosszú ciklusok alatt az előttünk lévők. Az intézményrendszerünket meg kell őrizni, tehát az eddigi intézményi működésünket racionalizálás után természetesen, amennyire ez még lehetséges, és azt várják el tőlünk, hogy továbbra is meg tudjon felelni ezeknek a feladatoknak Pécsvárad. És természetesen látok kisebb lehetőségeket, olyanokat, amik nem igazán pénzen múlnak, amik viszont előremutatóak, és a lakosság jobb közérzetét szolgálnák. Számos intézkedést soroltunk fel a programunkban, a tovább Pécsváradi programban, amit most nem kívánok részletesen elmondani, mert hiszen olvashatták, abban számos olyan átszervezéssel és strukturális, kisebb strukturális átalakítással lehetett találkozni, amikben a lakosság jobb közérzete, illetve bizonyos intézményeinek a hatékonyabb működése várható. Én még egyszer bízom abban, hogy ez a képviselő testület és az újonnan megalakuló bizottsággal járban dolgozom ezzel a feladattal. Az már előzetesen a beszélgetések során is szándékunk volt, és ez a szándék ez majd meg is jelenik a bizottsági struktúrában, hogy ilyen alacsony lélekszámú, vagy képviselő testület, nem lélekszám, bocsánat, ez erre rossz kifejezés, ilyen alacsony számú képviselő testülettel olyan fajta bizottsági munkát, mint az előző ciklusban végeztük, nagy valószínűséggel nem tudunk. Ezért a kört kell szélesítenünk. Meggyőződésem, hogy ki kell használnunk a városban lévő olyan szellemi kapacitásokat, akik úgymond szakértőként, állandó szakértőinként, akik már nevesíteni szeretnénk, a bizottságok munkáját segítve, közvetve a testületet segítik, abban, hogy megalapozottabb döntéseket hozza előre, ezért én a bizottsági munkának fontos jelentőséget tulajdonítok. Ennek megfelelően ez az elkövetkezendő ülésen, amely most hamarosan következik, megtörténik részben. Még egyszer kérem azt, hogy működjön együtt mindenki, és ezzel a választóinknak, választóink bizalmának feleljünk meg, valóban Pécsvárad érdekében fogjunk össze, és csináljuk azt, amit tűnik várnak. Vezessük ezt a várost együtt, természetesen a képviselőtestülettel úgy, hogy ezt a lakosság látva 4 év múlva ne azt mondja, hogy ezek méltatlanok voltak a bizalomra, hanem azt, hogy igen, komoly munkát végeztek, köszönjük. Én ebben bízom, és ezt kérem képviselőtestülettől. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Az ünnepi eskütételt követően a polgármester és a képviselőtestület átvonultak a polgármester szobájába, ahol megkezdődött az első testületi ülés. Polgármester úr, a televízió nézők az imént láthatták az összefoglalót az eskütételről. Én most mindenek előtt arra kérlek, hogy néhány mondatban talán értékeljük a választásokat. Bizony egy szoros eredmény jött. Igen, az eredmény az meglehetősen szoros volt. Hát ha ezt így az ember utólag elemzi, akkor ennek számos okát látja. Természetesen hát mindenki más-más szemszögből elemzi, megpróbálom úgy, nem mellőzve, ha lehet a tárgyilagosságot sem, a magam szemszögéből tudom mondjuk az én eredményeimet elemezni. Én úgy gondolom, hogy a némely volt képviselőtestület némely tagjai félreértelmezték azt a fajta
cselekvés sort, ami az előző választásokon is megvolt. Vagyis olyan képviselők, akár vagy képviselőcsoportok, vagy akár polgármester is, tulajdonképpen összeszedett egy csapatot, ahol a lehetséges új testületben számára hasznosnak ígérkező, vagy a munkáját támogató képviselő jelölteket gyűjtötte össze, és egy programot adott nekik. Nos, ez nem azt jelenti, hogy ezek egymással szemben álló vagy ellenérdekű felek. Itt is így történt. Itt gyakorlatilag két front mutatkozott. Az egyik az egy határozottan megjelölt egy programot, és így csatlakoztak a képviselők, így kértem fel a képviselőjelölteket helyesebben. Míg a másik oldalon én azt vettem észre, hogy kevés program volt, viszont egyetlen egy cél, hogy én ne legyek polgármester. Vagyis a fő problémájuk az én voltam, és az, hogy Pécsvárad ennél többet érdekel, de a munkámat tulajdonképpen én nem hallottam sehol, hogy mondjuk úgy kritizálták volna meg, hogy okszerűen vagy tényszerűen. Most ez látszott már az utolsó 6-8 hónap testületi munkáján is, ami néha nem volt érdekességektől finoman fogalmazva mentes, ami szokatlan volt eddig Pécsváradon, különösen a nyílt televíziós közvetítések révén láthatta a lakosság, hogy milyen vonalak feszülnek, amit én természetesnek tartok egy testületben is, hogy ezek megvannak, csak hogy ezek igazán nem volt magyarázata. Helyesebben mindent meg lehetett magyarázni, és mindent be lehetett bizonyítani. Az utolsó testületi üléseken látták, hogy mindazok az állítások, amiket azok a képviselők, akik úgymond a másik táborban voltak, azokat rendre szakértő módon cáfolni lehetett. Ennek ellenére sikerült azt a hangulatot kelteniük a várospolgárai között, hogy itt valami rettenetes dolog történt, és hát emiatt az egész ciklusban lévő tevékenységemet úgymond hát kétes értékűnek ítélték meg. Most ez még nem is lett volna baj, hogyha önmagába véve ez így megjelenik, hanem ezt nagyon markánsan képviselték. Például olyan civil szervezet, amelyikre egyáltalán nem volt jellemző a politikai kampányolás, ilyen civil szervezetnél, ami természetesen nagy súlyú, hát kimondom például a Nyugdíjasok Egyesületénél is megjelentek, és úgy kampányoltak, hogy a másik félnek esélyt se adtak arra, hogy elmondja azokat, amit ők tulajdonképpen vádaskodás szintjén elhangzottak. Most nyilvánvalóan én nem tulajdonítom ezt a szoros eredményt csak ennek, de azok a képviselők, akik úgy egyébként köztiszteletnek örvendenek, és akár volt polgármester volt, vagy akár nagy tiszteletű képviselő, azok mellé álltak a másik polgármester jelölt mellé, amit én úgy egyébként természetesnek veszek. Most én úgy gondolom, hogy az ő segítségükkel tudott ez ilyen minimális különbségre szorulni, illetve hát természetesen vannak, amik a polgárokat egyformán irritálták, olyan dolgok, amiket hát az ember nehezen tud megmagyarázni, és nem is akar. Például az, hogy az emberek egy része azt mondta, hogy én cigánypárti vagyok. Azért, mert 50-70 ember, adott esetben még volt ilyen is, közmunka programokat tudtunk nekik szervezni, vagyis pénzt szerezni állami támogatást ingyen, amivel a falut csinosítottuk, a falut, várost, majd mit mondok, várost csinosítottuk, és hát ez meglátszik, meglátszott, sorolhatnám a temetőtől kezdve a közterületeinken. És a másik oldala, és hát úgy gondolták, hogy ez pénzpazarlás, vagy irritálta őket ez a sok ember, és hát ezek között nagyon nagy létszáma volt a cigány. Tehát ha a másik oldalát nézem, ugye a közbiztonságot mi rontja igazából véve? Az, hogyha sok munkanélküli van valahol, és ezért lopásra nem mondom, hogy kényszerülnek, mert erre semmi nem kényszeríthet a jó erkölcs, de ennek ellenére ez tényszerű, hogy ahol magas a munkanélküliek száma, ott gyakorlatilag sokkal gyakrabban fordul elő, ami a közbiztonságot veszélyezteti. Hát itt ez a rendőrség beszámolói szerint is javult, és hasznos tevékenységet végeztek. Én azt hiszem, hogy többen ezért fejezték ki ellenérzésüket, és nyilván szavazatokban is megnyilatkozott. Míg ugyanezeknél, akiket én úgymond felkaroltam és támogattam, ott
ott is hatalmas ellenérzés alakult ki velem szemben, mert ráadásul én egy olyan embert tettem meg közvetlen munkafelügyelőjüké, aki rendesen megkövetelte azokat a dolgokat, amit addig, eleddig Pécsváradon nem, vagyis hogy dolgozzák le a 8 órájukat, és tisztességesen dolgozzanak. Emiatt pedig ők nem támogattak igazán, sőt, hát gyakran követelték, van, amikor halkan, van, amikor hangosra, hogy távolítsam el ezt az illetőt. Én tudom, hogy nincs tökéletes megoldás, de mindezek így együttesen én úgy gondolom, hogy hozzájárultak a szoros eredményhez. De ha csak egy szavazattal nyertem volna a demokrácia szabálya szerint, akkor is ez így van, és hát én nagyon sajnálom azt, hogy nem tudtam mindenkinek úgy megfelelni az elvárásai szerint, de nekem bizony azt is tanították, és megtanultam a demokrácia során, hogy a túl jó ember, vagyis aki mindenkinek megfelel, az valahol nem szerencsés dolog, mert akkor az vagy nem mond nemet arra se, amire kell, vagy pedig nem elég határozott és nem elég erélyes, és mindenkinek eleget akar tenni. Nos, én úgy gondolom, hogy ez nem szükséges. Egy meghatározott úton kell járni, egy program mentén. Én azt tudom mondani, hogy a választóknak, hogy ha végignézik azt a programot, amit én ígértem, akkor, amikor megválasztottak Zsáli János után, akkor én azt 90%-ban végrehajtottam. És amit nem tudtam, azt nem azért nem tudtam, mert nem volt rá elég idő, hanem azért nem, mert nem volt rá lehetőség. És ez ilyenek például, hogy a termálkút fúrása az nem rajtam múlott, hogy nem volt víz, az, hogy további pénzt nem pazaroltunk rá, az viszont már rajtam múlott, illetve hát a testületen, és hát például fölhozhatnám még példának nagyon sok mindent, amik teljesültek, nem teljesült például az iskola pályázat, ami benne volt ebben a ciklusban, de ez se rajtunk múlott, de viszont elnyertük ezt, és higgyék el, hogy ez volt az egyik legfontosabb motivációs erő. Úgy gondolom, hogy a mostani Fidesz kormányzati érában nagyon sokat számít az a kapcsolatrendszer, amit adott esetben az én 20 éves politikai pályám, amelyik a jobb oldalhoz kötődik, hozhat a városnak. Egy olyan polgármester, akinek ilyen kötődése nincs, sőt, hát szerencsétlenül még egy olyan úgymond civil szervezetet is favorizáltak, amelyik tulajdonképpen egy választási párt. Ez olyan kemény ellenérzéseket válthat ki a hatalomban, és váltott ki, ami miatt Pécsett kifejezetten akár hátrányt is szenvedhetett volna. Én úgy gondolom, hogy erről tovább nincs mit beszélni. Én azt kérem, hogy mindenki nyugodjon ebbe bele. A demokrácia szabályai szerint ez így történt. Én magam is így gondolom. Mindig le kell vonni a következtetéseket a hibákból. Ezeket ki kell küszöbölni, ha lehet. Az ember magára nézve is kötelezően meg kell, hogy vizsgálja lelkiismeretét is, és az addigi tevékenységét. Én ezt megtettem, és azt, amit mi programban leírtunk, és azokkal a képviselőjelölt társaimmal, akik vagy bejutottak, vagy nem, mi ezt nagyon komolyan gondoltuk, hogy ezt meg lehet csinálni 4 év alatt, és erre lesz lehetőségünk, mert nagyokat álmodhat az ember, nagyokat mondhat, de aki a lehetőségeket mérlegelni tudja, az ki is tudja használni a bizonyos mértékig, ameddig kell. Én még egyszer szeretném megköszönni a választóknak a bizalmat, és egyben azt ígérni, hogy én nem szekértáborokat akarok nyitni, és nem lövészárkokat. Tehát az a fajta szembenállás, ami a két tábor támogatottsága között volt a városban, én úgy gondolom, hogy az méltatlan, hogy fennmaradjon. Én magam mindent meg fogok tenni azért, hogy ez ne így legyen, és ne érezze senki azt, hogy most nem az ő polgármester jelöltje, vagy testületi tag jelöltjei nyertek. Polgármester úr, most egy kicsit beszéljünk az alakuló ülésről. Az iménti felvételeken a kedves nézők azt láthatták, hogy csak 5 képviselő tette esküt, ez miért volt? Hát ennek egy egyszerű technikai oka volt, amit nem tudtunk segíteni akkor már. Utvágner Rozália képviselőtársunk dolgozott, hiszen ő 4 óráig rendel, és kicsit elhúzódott a rendelése. Mi egy kicsit vártunk, de miután tovább nem lehetett, akkor letettük az esküt 4:10 környékén, és később természetesen ezt jóvá tettük, mert nem kívántam azt, hogy most azért másnap, vagy az aznapi szavazáson
gyorsan ne vehessen részt azért, mert nem tett esküt, ezért jött rögtön az első napi rendi pont előtt, tehát maga a testületi, tényleges testületi ülés megkezdése előtt letette az esküt előttem, már mint esküdtett polgármester előtt, dr. Ruth Wagner Rozália. Én? Ruth Wagner Rozália. Esküszöm. Esküszöm. Hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz. Hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz. Annak népéhez hű leszek. Annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Megbízatásomhoz híven, pártatlanul és lelkiismeretesen járok el. Megbízatásomhoz híven, pártatlanul és lelkiismeretesen járok el. És legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Pécsvárad javát szolgálom. És legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Pécsvárad javát szolgálom. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. Ezt követően még egy eskütételre került sor, illetve hát előtte már szavazott a testület, ugye Gálos Orsolya személyéről van szó. Igen, Gálos Orsolyát alpolgármesteré választotta a testület, és utána a szabályoknak megfelelően esküdtett. Erre azt tudom elmondani, hogy hát a polgármester lehetősége, mindenkori polgármesteré, hogy jelölje az alpolgármester szemét, és a testület vagy megszavazza, vagy sem. Hát itt ez esetben teljes egyetértéssel szavazta meg a testület. Én úgy gondolom, hogy Gálos Orsolya a hosszú önkormányzati tevékenysége, ismert városban ismert közéleti múltja, a legpatinásabb civil szervezetünk elnökeként erre abszolút méltó volt, és én úgy gondolom, hogy vele kiváló egyetértésben fogjuk vezetni a várost. Egy-egy ilyen alakuló ülésnek vannak úgynevezett kötelező napirendi pontjai, és hát az egyik az talán most nem leszek túl személyes, hiszen közérdekű adatról van szó, a polgármester fizetése. Ennek a megállapítására is sor került, én ha kérhetem, akkor ezt most számszerűen is említsük meg. A polgármesterek fizetését törvény szabályozza. Polgármestereknek van a törvényes minimális összege, és ez úgy határozza meg, hogy 487 ezer forint, és ettől fölfelé, természetesen a város nagyságától vagy eddig. Nos, elődeim fizetése valamennyinek magasabb volt, tehát egyik se volt ezen a bérminimum szinten. Én úgy gondoltam, mind amikor először átvettem a várost, hogy ezt az ember nem fizetésért teszi, főfoglalkozású polgármesterre akartam volna, se kérhettem volna ennél kevesebbet. Én már az ülés előtt is kijelentettem, hogy természetesen most is ugyanezért az összegért, mint ahogy képviselőtársaim is mind vállalták azt, hogy tiszteletdíj nélkül teszik ezt a tevékenységet, ugyanígy az alpolgármester nő is. Én úgy gondolom, hogy méltatlan lett volna ennél több. Ez természetesen bruttó összeg, ez nettó összegként 250 valahány ezer forintot jelent, ami tényleges az a visz az ember, ami természetesen sok pénz, egy egyszerű dolgoz, de hát ha a törvény így szabályozza, akkor én se tehetek ellene. Ugyanilyen kötelező napirendi pont az alakuléseken a különböző bizottságok felállítása, illetve hát, ha jól tudom, itt változás is történt a korábbi bizottsági struktúrához képest. Igen, hát mivel a képviselőtestet gyakorlatilag lefeleződött, az elképzelhetetlen, hogy egy képviselő 3-4 bizottságban is részt vegyen, tehát a régi 4-es bizottsági struktúrát összevontuk, mind ahogy megfeleződött a testület, úgy megfeleződött a bizottság is. Hát nagyon nehéz volt a párosítás, de mégis leginkább az úgynevezett pénzügyi bizottság, ami a gazdasági bizottságot is magában foglalta, azt vontuk össze az ügyrendi bizottság. És akkor lett egy ügyrendi és pénzügyi bizottság, és a másik az pedig tulajdonképpen az összes humán szférához tartozó, tehát a szociális bizottság, az oktatási bizottság, a kulturális bizottság összevonásából keletkezett az úgynevezett akkor még oktatási, szociális és kulturális bizottságnak nevezett bizottság, amit később a képviselőtestet módosított humán bizottsággá. Ugye ez a minisztériumok esetében is így van, humán erőforrás minisztérium, hát így ez tökéletesen passzol ehhez. Természetesen a
bizottságok feladatköre, az mind magában zárja azokat a tevékenységeket, amit az előző többes bizottság, tehát a másik két bizottság, amiből összevonódott. Tehát ez a statutumunkban így lesz leírva, és ennek megfelelően úgy gondoltuk, hogy mivel az önkormányzati törvény szerint a bizottságokban a képviselőknek kell többséget biztosítani a szavazáshoz, ezért mérlegelve a lehetőségeket, azt láttuk, hogy ez csak úgy oldható meg, hogy legyenek külsős tagok is, hogy igazából véve az érdemi munkához, amit egy bizottság végez, szakértői gárdát vennénk igénybe. És ez bőven van, hál' Istennek. Pécsáron részben önkormányzatot megjárt személyek, részben szakszemélyek, tehát olyanok, akik valamihez értenek, valamilyen területhez, és hát itt széles lehetőség lesz. Úgy gondoltuk, hogy a gazdasági bizottság mellé 5 állandó szakértőt nevesítenénk, akiket felkérünk természetesen, és nevesítünk majd az első tényleges napirendi pontokkal rendelkező ülésünkön, illetve a humán bizottság mellé 10-et, mert hiszen ez egy sokkal sokrétűbb feladatot ellátó, tehát itt gondolok arra, hogy az oktatásnak is nyilván kell, hogy legyenek szakértő reprezentánsai, a kulturális szférának, az ifjúságnak, a tájékoztatásnak és a sportnak. Na most erre már elkezdődött a munka, a bizottságok elnökei, illetve hát ahol még nincs bizottság elnöke, mert hiszen várható, amikor ez a mostani felvétel adásba kerül, akkor történik meg a bizottsági struktúra véglegesítése, akkor hát kiválasztjuk azokat a személyeket, akiket végül is a hétfői ülésen bejelentve már egy komplett bizottsági struktúrát tudunk ismertetni mindenkivel. Polgármester úr, ugye néhány napon belül megkezdődik, illetve hát részben már megkezdődött az érdemi munka. Ugye egy olyan feladó testületnek mindig az első feladat a 4 éves ciklusprogram összeállítása. Ez miből és hogyan fog összeállni? Hát a 4 éves ciklusprogram az gyakorlatilag egy testületi munka. Én úgy gondolom, hogy az, amit mi letettünk programot, a tovább Pécsváradért programja, az ennek képezheti az alapjait, de természetesen mi ezt nem gondoljuk, hogy ez nem bővíthető, ebből nem vehető el, vagy ez egy közös munka során alakul ki. Én úgy gondolom, hogy a mi programunk az közel teljes volt, a mi lehetőségeket figyelembe vette, természetesen várjuk azokat a lehetőségeket, és a javaslatokat többi képviselőtársunktól, mert én már nem is nevezném meg úgy, mint csoportot, akik nem emellett a program mellett voksoltak, vagy nem emellett a program mellett álltak. Én úgy gondolom, hogy ez természetes, hogy ők is hozzátesznek, ez alakul, és akkor meg lesz a ciklusprogramunk nagyon hamar. Ez elsődlegesnek gondolom. Hát természetesen vannak átfolyó dolgok minden ciklusból, illetve hát meg kell néznünk, hogy mi valósult meg az előzőből, vagy mi nem valósult meg, amit érdemes átemelni, és hogy az miért. Úgy gondolom, hogy ez egy hónapon belül az új ciklusprogram. Polgármester, végezetül engedj meg egy kérdés saját házunk tájáról. Többen felteszik nekem is az utcán azt a kérdést, hogy vajon folytatódnak az élő közvetítések, hogy gondolja ezt most Pécsvárad polgármestere, illetve hát váratlan lesz erre lehetőség, hogy a következő 4 évben is élőben tájékoztassuk, illetve közvetítsük a nézők számára a testületi üléseket. Igen, én ezt a demokrácia nagy diadalának tartom ezt, hogy ezt lehetett. Ez látható volt az egyre fokozódó érdeklődésben, amit most idézőjelbe, tehát nem a balhé váltott csak ki, hanem az embereket tényleg érdekelni kezdte, hogy mi történik az önkormányzatban. Mert ugye eddig úgy volt, hogy egyszer választottak, aztán utána nagy csend, ami bekerült az újságba, vagy máshova arról tudtak, meg mendemondák voltak, de ha első kézből értesült mindenki, az egy kicsit azt jelenti, hogy ott van abban a napi politizálásban. Én úgy gondolom, hogy ez még javulhat tovább az interaktivitás felé. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy szavazás van, külső szavazás a városban valamilyen kérdés, de a demokrácia tovább szélesíthető. Én mindenképpen ragaszkodni fogok a további közvetítésekhez, mert ez egyfajta kontrollja is az önkormányzatnak és az önkormányzati munkának. Én ezt nagy víványnak gondolom, folytassuk tovább. Én azt gondolom, az interaktivitást majd fokozhatjuk azzal, hogy több ilyen lakossági fórumot szervezünk, mint amire a kampány során is sor került, és oda majd természetesen várjuk a kedves nézőket is.
és hát ott majd élőben is tájékozódhatnak az önkormányzat munkáról. Polgármester úr, én köszönöm szépen ezt az interjút és a tájékoztatást, és kívánok a testületnek az elkövetkező 4 évre jó munkát. A kedves televízió nézőket pedig arra biztatom, hogy hát tartsanak velünk a jövőben is. Következő adásunkra hétfőn kerül sor, amikor majd élőben tudósítunk az önkormányzat üléséről. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát!